Tanulókat bántalmazott, garázdaság miatt indult eljárás egy kisvárdai férfi ellen, aki a gyanú szerint egy kisvárdai iskola udvarán megvert 3 diákot. Fiatal vállalkozók hete. A 18 és 35 év közötti magyar fiatalok alig több mint 4%-a vállalkozik, ezért egyre kevesebb kis és közepes vállalkozás lesz az országban. Erre figyelmeztet a FIVOSZ. Kitüntető cím, díszpolgárrá avatták Berki Krisztián olimpiai bajnokot Nagyecseden. Az élsportoló anyai ágon kötődik a településhez, családja nagyobb része ma is a városban él. Garázdaság miatt indult eljárás egy kisvárdai férfi ellen, aki a gyanú szerint egy kisvárdai iskola udvarán megvert 3 diákot. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendőrök elfogták az 57 éves férfit, aki azt mondta, azért bántalmazta a 12-13 éves gyerekeket, mert megdobálták háza ablakait. A diákok 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedtek. Nem először dobálhatták az egyik kisvárdai általános iskola tanulói az intézmény szomszédságában lévő ház ablakát. A fiatalok azonban hétfőn délelőtt az ott élő 57 éves férfi többszöri felszólítására sem hagyták abba a dobálást. A férfi dühében a 3 diák után ment, akiket az iskola udvarán később bántalmazott. Az 57 éves férfi ellen garázdaság gyanúja miatt indított eljárást a kisvárdai rendőrkapitányság. A 12 és 13 éves fiúk a bántalmazás során 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. A kisvárdai rendőrök a férfit elfogták, előállították a rendőrkapitányságra, ahol kihallgatása során a bűncselekmény elkövetését beismerte, melyet azzal indokolt, hogy dühös volt a gyerekekre, mert azok az iskola udvaráról a szomszédban lévő házának ablakait dobálták, amelyet többszöri felszólítás ellenére sem hagytak abba. Meg nem erősített információk szerint az iskola udvarán az eset idején felnőtt is tartózkodott. Az ügyről az iskola igazgatója híradónknak nem nyilatkozott. Megtartotta alakuló ülését Tiszavasvári október végén megválasztott önkormányzati testülete, közölte Bundáné Badics Ildikó, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település jegyzője az MTI-vel. Az ülésen kiosztották a polgármester és a képviselők megbízó leveleit, majd esküdtettek az új testület tagjai. A 15 napi rendi pontot magában foglaló ülésen ezután a polgármester illetményéről és költségtérítéséről, illetve a képviselők tiszteletdíjáról hozott döntést a város új vezetés. Fülöp Erik polgármester javaslatára titkos szavazással a testületbe jobbikos képviselőként bejutott Sipos Ibolyát választották meg alpolgármesternek, ismertette a jegyző. A 18 és 35 év közötti magyar fiatalok alig több mint 4%-a vállalkozik, így félő, hogy egyre kevesebb kis és közepes vállalkozás lesz az országban. Erre figyelmeztet a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. A szervezet most különböző rendezvényeken buzdítja a fiatalokat, vegyék kézbe a sorsukat. Nyíregyházán első ízben kapcsolódtak a FIVOSZ rendezvényeihez, amelyet világszerte ezen a héten tartanak meg. Kevesebb mint 87 ezeren működtetnek valamilyen vállalkozást a 18 és 35 év közötti Magyarországon élő fiatalok közül. Jó lehet, a KSH statisztikái szerint 2,3 millió fő tartozik ebbe a korcsoportba. Ezt állítja a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. Hozzáfűzik, ez az alig 4% európai és világviszonylatban is alacsonynak számít. Ráadásul a kis és közepes vállalkozások teremtik elő a magyar GDP 60%-át. A FIVOSZ arra figyelmeztet, nem biztosított a KKV szektor utánpótlása. Ezért most azt a célt tűzték ki, hogy különböző programokkal buzdítják a fiatalokat, merjenek vállalkozni. A FIVOSZ megyei szervezete elsőnként kapcsolódott az országos programsorozathoz. Nyíregyházán különböző szakértők tartottak előadást. Többek között az is kiderült, hogyan lehet vállalkozást alapítani. November 12 és 18-a között rendezik meg a Fiatal Vállalkozók Hetét világszerte. Ez immár 5. alkalommal csatlakozik a FIVOSZ, azonban mi itt a megyében úttörőnek számítunk, mivel első alkalommal rendezzük meg ezt az eseményt. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni, és évről évre bővebb programokkal ide csábítani a fiatal vállalkozókat. A nyíregyházi rendezvényen az egyik multicég igazgatója is előadást tartott az érdeklődőknek. Azt mondta, a KKV szektor nélkül a nagy cégek sem lehetnének sikeresek.
Egy multicég nem működhet anélkül, hogy a környezetében stabil gazdasági környezet lenne. Jól tudunk abroncsot gyártani, de sok mindenhez nem értünk, sok mindent meg kell, hogy vásároljunk a piacról, az alvállalkozóinkon keresztül, és azt gondolom, hogy ha van egy olyan stabil vállalkozói réteg, ami finanszírozásban stabil, a szakmáját jól érti, hosszú távon itt lehet körülöttünk, akkor hosszú távon tudunk velük együttműködni, és hosszú távon mi is jó helyzetbe kerülhetünk általuk. A FIVASZ megyei szervezete a továbbiakban is segíti a vállalkozni szándékozó fiatalokat. A következő hónapokban sikeres fiatal cégvezetőket hívnak majd meg Nyíregyházára, akik többek között karrierjükről, tapasztalataikról osztanak majd meg információkat az érdeklődőkkel. Több hatóság munkatársainak bevonásával fokozott ellenőrzést tartottak hétfőn az M3-as autópálya nyírségi szakaszán, ahol a Budapest irányába tartókat terelték ki a forgalomból a Kálmánházi benzinkút parkolójába. A fokozott ellenőrzés célja az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések felderítése, megelőzése volt. Összesen 1050 igazoltatást hajtottak végre a rendőrök, 37 fő ellen indult szabálysértési eljárás, a kiszabott bírságok összege 465 ezer forint. Egy esetben szabálysértési feljelentést alkalmaztak, ez egyúttal a rendszám levételével is járt. 3 külföldi autós ellen indult gyorshajtás miatt szabálysértési eljárás. A teherjárművek átvizsgálását követően 10 eljárást indítottak, aminek nyomán több mint 1,5 millió forintos bírságot szabtak ki. Díszpolgárrá avatták Berki Krisztián olimpiai bajnokot Nagyecseden. Az élsportoló anyai ágon kötődik a településhez, családja nagyobb része ma is a városban él. Pályafutását ezért a helyiek folyamatosan nyomon követik. Berki Krisztián kétszeres világ és hatszoros Európa bajnokként a 2012-es londoni ötkarikás játékokon lólengésben nyert aranyérmet. Ez volt élete első olimpiája. A londoni olimpia óta először látogatott Nagyecsedre Berki Krisztián aranyérmes tornász. A sportoló édesanyja a Szatmári faluban született, a rokonság nagy része mai napig itt él. A nagyecsedi önkormányzat a helyi kötődés miatt díszpolgári címet adományozott az olimpikonnak. Nyilván az egész országnak nagy esemény volt ez, de mi egy kicsit magunkénak éreztük ezt az eredményt, és nagyon büszkék vagyunk Berki Krisztiánra, és Nagyecsed Városi Önkormányzat képviselőtestülete ezen oknál fogva úgy gondolta, hogy mindenképpen méltó arra, hogy Nagyecsed Város díszpolgára címet adományozzon neki. A sportoló eddigi pályafutásáról kisfilmet is összeállítottak a nagyecsediek. Berki Krisztián a községhez kötődő emlékei mellett az olimpiai dobogón töltött perceiről is beszélt a helyi közönségnek. Ez feldolgozhatatlan, ez egy annyira jó érzés és annyira érdekes momentuma az ember életének, hiszen nem sűrűn adatik meg, nagyon kevés embernek adatik meg az, hogy olimpiai bajnok lehet, és nekem ez összejött, és még most se tudom szavakba foglalni. Ami ma is itt fogad, ez a sok ember, ez bizonyítja azt, és ez ad nekem egy bizonyítást, hogy tényleg nagyon fontos volt az, amit csináltam Londonban, és hogy mennyien örülnek ennek a sikernek, úgyhogy ezek a pillanatok azok, amikor igazán tudom értékelni ezt az aranyérmet. Berki Krisztiánnak kétszeres világ és hatszoros Európa bajnokként a londoni volt az első olimpiája. A tornász tökéletes gyakorlatával a 3. magyar aranyat nyerte Londonban. Az élsportoló az áprilisi kontinens viadarra és az őszi VB-re is készül, a 2016-os riói ötkarikás játékokon pedig ismét aranyéremre hajt. Bach Xavér által újraolvasva címmel adott hangversenyt Varnusz Xavér orgonaművész Nyíregyházán. A koncertről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. 3 idegenbeli mérkőzést játszik egymás után a Marsó Vagépeny KK. A nyíregyházi férfi kosarasok a Paks, a Szombathely és az Alba Fehérvár ellen lépnek pályára, mindhárom csapat a bajnoki címre is esélyes. 6 mérkőzést követően 4 győzelemmel és 2 vereséggel áll az amatőr NB1 keleti csoportjában az Enyefese NKS együttese. A 2 rutinos játékossal megerősített fiatal csapat a legjobb 4 között szeretné zárni az alapszakaszt. Az egészséges táplálkozással ismerkedhetnek és többek között drogprevenciós előadásokon vehetnek részt a nyírbátori kistérség fiataljai. A Nyírbátor és vonzás körzete több célú kistérségi társulás, mint egy 37 millió forintos pályázatában hazánk egyik leghátrányosabb kistérségében szemléletformáló életmód programokat tartanak. A projekt célja, hogy a kistérség lakossága egészségesebbé váljon.
A statisztikák szerint a magyar lakosság egészségi állapota az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya, vélik a szakemberek. A nyírbátori kistérség hazánk egyik leghátrányosabb kistérsége, az ott élő gyermekek sokszor nem jutnak egészséges ételekhez, szüleik nem mindig tudják biztosítani a megfelelő életmódot számukra. Ezért is fontos a mintegy 37 millió forintos Magnólia projekt, amely 2014 tavaszáig tart. Az egészségneveléssel, az egészséges táplálkozással, a helyes szexuális magatartással, a mozgás fontosságával, a drogprevencióval foglalkozó program, tehát 8 programpontot takar magában, amit kötelezően előír maga a pályázat is. Ezekre a programpontokra építettük föl a részletes pályázatot. Ezen belül részletes programunk a falunap keretében egészségnapokat tartunk, 5 helyszínen, 5 iskolában szintén egésznapos programokat tartunk, kerékpártúrákat fogunk szervezni. A kistérség valamennyi települése részt vesz a következő hónapokban az egészséggel kapcsolatos programokon. Meg fogjuk tanítani a gyermekeinket egyrészt, hogy legyen igényük az egészséges életmódra, másképpen pedig arra szeretnénk, hogy hogyan lehet az egészséget megőrizni. Én úgy gondolom, hogy manapság erre nagy szükség van. A Magnólia projekt nyitó rendezvényén nem csak beszéltek az egészségről és a helyes táplálkozásról, jó példát is mutattak a résztvevőknek. Almaturmix, van benne tojás, szójatej, almakarikák, méz, összetúrmixoljuk, és darálkmogyoróval meghintem a tetejét. A mintegy 37 millió forintos projektben résztvevő gyerekek ilyen és ehhez hasonló ételekkel ismerkedhetnek a következő hónapokban. Bach Xavér által újraolvasva címmel adott hangversenyt Varnusz Xavér orgonaművész Nyíregyházán. A koncert hallgatói megbizonyosodhattak arról, hogy nincs lényegi különbség komoly és könnyű zene között, hiszen Bach művei ezúttal jazz feldolgozásban is hitelesen szólaltak meg. A hangverseny vendége Törőcsik Mari volt, akivel Varnusz Xavér beszélgetett a zeneművek előadása között. Varnusz Xavér, akit a New York Times a 80-as években az Orgona Horovicának nevezett, 27 országban több mint 3000 hangversenyt adott már. Az orgona művészt sokan támadják, sokan pedig éppen ellenkezőleg rajonganak érte. A zenetörténet első négyszeres platina orgona lemeze az övé. Sajátos műfajt teremtett, koncertjein a komoly és a könnyű zene határai összemosódnak. A művész Bach elhivatott közvetítője, szerinte a zeneszerző a legmagasabb szinten komponált, tehetségét az Istentől kapta. Koncertturnéjának nyíregyházi állomásán az bizonyította be, hogy Bach a megszokottól más megközelítésben is előadható. Újra értelmezzük, vagy újra olvassuk Bachot, akkor semmi más nem csinálunk, csak a fantáziának azt a játékát futtatjuk végig a belső szoftverünkön, hogy és hogyha most Johann Sebastian Bach fölkelne a Lipcsei Tamás templomban lévő sírjából, és beállítani mondjuk a Montreali Jazz Fesztiválra, akkor lehet, hogy az első 25-30 percben csodálkozna, főleg az emberek ruháján meg esetleg a viselkedésén, de hogy egy óra múlva már jazz játékosabb lenne a jazz játékosnál, az egészen biztos. A zeneművek előadása között az orgonaművész a koncert vendégével Törőcsik Marival beszélgetett. A nemzetszínésze nem vállal fellépéseket, így nehezen engedett Varnusz Xavér azon kérésének, hogy Nyíregyházán is beszélgető társként közreműködjön a hangversenyen. Rávett ez az őrült ember, hogy benn van két fotel, meg egy asztal, én ott ülök, és mondjuk kettőt játszik, és leül velem beszélgetni. Mondom, ember, engem meg fognak kövezni. Nem köveztek meg, és állítólag, hát nem tudom, én szégyellem, most is azért vagyok itt, hogy vele beszélgetek időnként. De mondtam most is neki, hogy Xavér, engem ki fognak fütyülni. Várnak az emberek, hogy majd valamit dalolok, vagy előadok, és én itt majd magára várok, hogy időnként beszélgetünk. Hát állítólag,
Ha ott kellett, akkor itt is kell, rávettek. Varnusz Xavier zenésztársai a koncerten a világhírű Bőgős, Barca Horváth József, Tóth Zsolt, a Talamba együttes dobosa, valamint Lukács Áron gitáros voltak. Három idegenbeli mérkőzést játszik egymás után a Marsóva Gép NKK. A nyíregyházi férfi kosarasok a Paks, a Szombathely és az Alba Fehérvár ellen lépnek pályára. Mindhárom csapat a bajnoki címre is esélyes. Anthony Nelson teljesen felépült sérüléséből, így a Marsóva Gép NKK irányítója már teljes értékű munkát végez. A Körmend elleni találkozón még látszott rajta a fáradtság. Bennett Davis és Martins Berkis viszont pont erősen játszott, így ezt is elbírta a csapat. A következő találkozókon viszont mindhármuktól jó teljesítményre van szükség a sikerhez. Egy három mérkőzésből álló idegenbeli túrára indul az NKK, nem is akármilyen csapatok ellen. A Paks, a Szombathely és az Alba Fehérvár lesz a nyíregyháziak ellenfele. Úgy gondolom, minimális elvárás a tisztes helytállás mind a három csapatnál, hisz tudjuk azért, hogy a Szombathely, Paks és az Albakom csapata is azért más célokért küzd, mint mi. Ennek ellenére egyik helyre sem föltett kézzel fogunk utazni. Én nagyon bízom benne, hogy a háromból egy bravúr győzelmet sikerül megszerezni, és akkor már visszahozzuk a Jászberény elleni hazai vereséget. Az ellenfelek közül az Alba Fehérvár jelenleg az első helyen áll 5 győzelemmel és 2 vereséggel. A Szombathelyiek a harmadik, a Paksiak a negyedik pozíciót foglalják el, és mindhárom városban a bajnoki cím megszerzése a cél. Ennek megfelelően erősítették meg a keretet. Hazai környezetben még egyik együttes sem kapott ki, a Szombathelyiek viszont a Szeged ellen szoros mérkőzést játszottak, Körmenden pedig kikaptak, így utóbbi ellen lehet a legnagyobb esélye a Nyíregyházának, de a korábbi években sikerült már Pakson is nyerni. 6 mérkőzést követően 4 győzelemmel és 2 vereséggel áll az amatőr NB1 keleti csoportjában az Enyefese NKS együttese. A két rutinos játékossal megerősített fiatal csapat a legjobb 4 között szeretné zárni az alapszakaszt. Jól kezdte a bajnokságot az amatőr NB1-ben az Enyefese NKS. Farkasinszki Gyuláni együttese a nyitófordulóban ugyan kikapott a tavaly még élvonalbeli Beactól, aztán viszont egy BSE-től elszenvedett vereség mellett 4-szer győztek a főiskolások, többek között a tavalyi bajnok Szeged otthonából is elhozták a 2 pontot Gáspárék. A két rutinos játékos mellett fiatalokat felvonultató együttes meccsről meccsre fejlődik, így a bajnokság végére elérhető az induláskor kitűzött cél. Nekem továbbra is az a célom, hogy ez a csapat első körben bekerüljön a 4 közé, nem egyszerű. Tehát azért ott a 4 közé bekerülni, főleg itt ebbe a mi területünkön igencsak nehéz. Tehát ez a terület, ahogy az eredményeket és minden más egyébet elnézünk, sokkal-sokkal erősebb, mint a nyugat. De ez már a tavalyi évben is látszott, mert amikor a keresztjátékra került a sor, a keleti csapatok sorra verték a nyugatiakat, és nem is kis különbséggel, hanem ilyen 20-30 pontokkal. Tehát itt azért itt a Beac, a Szeged, a TF, a BSE, a Kecskemét, a Nyíregyháza, olyan játékerőt képvisel, hogy itt egy-egy megingás, az már a 4 közé jutást veszélyeztetheti. Tehát nekünk minden mérkőzésre nagyon kell koncentrálni, nagyon kell figyelni. Farkasinszki Orsolya 3 év első osztályi szereplés után tért vissza nevelőegyesületéhez, és természetesen erőssége a gárdának, amit az is bizonyít, hogy a center több kategóriában is vezeti a különböző ranglistákat. Most sokkal jobb csapatunk van, ha mondhatom így, legalábbis összetettebb. Tehát vannak kis embereink, vannak ugyanúgy magas embereink, úgyhogy teljesen más a játéképe most, mint amikor elmentem. Sok fiatal van, megpróbáljuk őket is beépíteni, és őket is idézőjelben használni tényleg a pályán. Ez nagyon jó példa volt egyébként most a Vasas elleni meccsünkön. Az első negyedben, aki kint volt és látta, tényleg gyönyörű kosárlabdát játszottunk. Az Enyefese NKS szerdán HEP kupa mérkőzésen a Szegedet fogadja a Vasvár gimnázium csarnokában, majd vasárnap a 4 közéjutás szempontjából fontos találkozón a Kecskemét ellen lépnek pályára Farkasinszkijék, szintén a Vasváriban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Garázdaság miatt indult eljárás egy kisvárdai férfi ellen, aki a gyanú szerint egy kisvárdai iskola udvarán megvert 3 diákot. A rendőrök elfogták az 57 éves férfit, aki azt mondta, azért bántalmazta a 12-13 éves gyerekeket, mert megdobálták háza ablakait. A 18 és 35 év közötti magyar fiatalok alig több mint 4%-a vállalkozik, így félő, hogy egyre kevesebb kis és közepes vállalkozás lesz az országban. Erre figyelmeztet a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. A szervezet arra buzdítja a fiatalokat, vegyék kézbe a sorsukat.
Díszpolgárrá avatták Berki Krisztián olimpiai bajnokot Nagyecseden. Az élsportoló anyai ágon kötődik a településhez, családja nagyobb része ma is a városban él. Pályafutását ezért a helyiek folyamatosan nyomon követik. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója, amelyet megtekinthetnek az interneten és weboldalunkon. A legfrissebbekről szerdán este 7-kor ugyanitt a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Kölcsei Televízióval, viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! Holnap szárazabbra és naposabbra fordul az idő, csak nyugaton, délnyugaton lehetnek még felhősebb tájak. Reggelre országszerte, de főként a Dunántúl nyugati felén képződhetnek makacs kötfoltok, máshol ezek felosztása után több órára kisüt a nap. Élénk lesz az észak-keleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Megyénkben is az éjszakai, reggeli órákban átmenetileg ködössé válik a levegő. Csapadék kialakulására nem kell számítani. Az északi szél mérsékelt marad, időnként meg is élénkülhet. Hideg lesz az éjszaka, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben kevés felhő lesz az égen, sokat fog sütni a nap, eső, záporeső nem jelentkezik. Időnként megélénkülő északi, északkeleti szélben délutára általában 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. A határaink közelében is derült égboltra kell számítani csapadék nélkül, az éjszaka képződő kötfoltok viszont megnehezíthetik a közlekedést. A hőmérséklet éjszaka általában -2, nappal pedig 8 fok körül alakul. Csütörtöktől egyre több helyen maradhat meg napközben is a köd, vagy a megemelkedett ködfelhőzet, ezeken a területeken egész nap hűvös lesz a levegő, míg a napos helyeken még kellemes idő valószínű. A hétvégén már nyírkos, hideg, igaz novemberi idő várható. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, kellemes pihenést kívánok, viszontlátásra! Az időjárás jelentést az Electrolux Lehel Kft. Támogatta. Electrolux, a fenntartható fejlődésért. A műsorvezetőt a Fleur divat öltöztette. Szépség, kényelem, igényesség egy helyen. A műsorvezető frizurája a Cvik Beauty szépségszalonban készült. Cvik Beauty, szakértelemmel a szépségért.